Ezüst gazdaság vagy alkonyipar, angolul silver economy. Ez a gazdaságnak az a része, ahol az idősebb korosztály igényeit, szükségleteit elégítik ki. A szakember azt mondja, olyan jelentős összegekről van szó, amiből Baranya megye is részesedhetne. A harmadik legnagyobb gazdaság a világon, Kína és az USA után. Európában ez majdnem 4 trillió euróról beszélünk, euróköltés per évről beszélünk. Ezt a konferenciát azért hoztuk létre, hogy kezdjünk egy eszmecserét azzal kapcsolatban, hogy ki hogyan tud ebbe belekapcsolódni. Különböző iparágak, ugye ez nem csak egészségiparról szól, hanem mondjuk építőiparról, agráriparról. Az okos otthonoktól kezdve az egészséges élelmiszerekig, az időseknek szánt eszközöktől, szoftverektől, az egészségügyi és gondozási szolgáltatásig sok minden tartozhat ide. Ezeket kell feltárni Baranya megyében is, mondja az intézet igazgató. A helyi iparkamara szerint amellett, hogy gondoskodnak az itt élő és megöregedő lakosságról, a fizetőképes külföldi embereket is várják a cégek. Ehhez minden feltétel adott Baranya megyében. Világszínvonalú egészségügyi ellátás, világszínvonalú élelmiszer, helyi termék, világszínvonalú földrajzi és környezeti attrakciók, gondoljuk csak a Dunára, a Drávára, a Mecsekre, a Hegyhátra, hát elképesztő világszínvonalú kulturális attrakciók. Gyere ide, itt ezt mi rendszerbe helyeztük, élj itt a mondjuk egy 60 éves nyugat-európai házas párnak. Mondjuk azt, hogy azt a 20-25 évet, ameddig még reméljük élni fogsz, az törzsd itt. A mai 60-70 évesek sokkal aktívabb életet élnek, jobb egészségi állapotban vannak, mint korábban, mondja a főtitkár. Az előrejelzések szerint a következő 3 évtizedben az idősek száma az EU-n belül elérheti a 130 millió főt, mellyel arányuk a populáción belül közel 1/3-ra növekszik 2050-re. Magyarországon jelenleg a teljes társadalom mintegy harmadát teszik ki az 55 és a feletti életkorúak, de 2050-re ez az arány már nálunk is 40% felett lesz.